augusztus 20-a az új kenyér és a magyar állam megalapításának évfordulója. Gajda Péter Kispest polgármestere ünnepi beszédében Szent István sorsfordító döntését méltatta, amellyel Magyarországot a nyugati keresztény Európa részévé tette. A döntés helyessége pedig bebizonyosodott, hiszen nem vesztünk el a történelem homályában, és az évszázadok viharait kiállva minden ez ellen ható szándék ellenére méltó módon tartozunk még ma is az európai népek nagy családjához. Augusztus 20-a a független keresztény magyar államalapítás, a magyar állam 1000 éves folytonosságának emléknapja is. Fogalmazott a polgármester történelmi visszaemlékezésében. 1083. augusztus 20-án Szent László király 7. Gergely pápa engedélyével a magyar püspökök, apátok és előkelők jelenlétében első István király ezüstládába zárt erekéit a székesfehérvári bazilika oltárára emelte, ami István király szentélyavatását jelentette. Az augusztus 20-ai ünnep kiteljesedése Mária Terézia nevéhez kötődik. 1771-ben uralkodói közbenjárásra, a mai Dubrovnikból Budára került a Szent Jobb erekje. A királynő pedig ezzel összefüggésben engedélyezte annak évenkénti bemutatását és nemzeti ünnepnek minősítette augusztus 20-át. Az ünnep azonban nem csak a visszaemlékezésre, hanem a számvetésre is mindig jó alkalmat kínál. Az államalapító Szent István király példája arra ösztönöz bennünket, hogy felelősségteljesen és tudatosan alakítsuk a jövőnket. Legyünk méltó örökösei azoknak az értékeknek, amelyeket ő hagyott ránk, és építsük tovább Magyarországot erős, összetartó és virágzó európai nemzetként. Szent István örökségének folytatása egyet jelent a kereszténység mellett az európai értékekkel és az európai közösséggel való azonosulással. A kettő egymástól nem választható el. Az államalapítás ezen 1000 éves szellemi öröksége az, ami segítette a magyarság eddig megmaradását, és segíteni fogja a 21. században is. Zárta beszédét a polgármester. Szent István egy olyan dolgot teremtett meg, ami ma is érvényes, ez pedig az egységes nemzetnek a koncepciója. Elolvas az ember Szent István intelmeit, akkor azt olvassa benne, hogy arról ír, hogy nem csak a hatalmasoknak, hanem a hatalom nélküliekkel is kell figyelmet és szeretetet és tiszteletet kapnia egy országban, hogy nem csak az urak fontosak, nem csak a főpapok fontosak, hanem fontosak azok is, akiknek nincsen tisztsége és nincsen hatalma. Én azt hiszem, hogy számunkra ma is az a legfontosabb, hogy ha meg akarjuk őrizni az egységes európai Magyarországot, akkor minden honfitársunkat, minden magyar polgárt, minden itt élőt azt egyenlő tisztelettel és szeretettel kell kezelnünk. Én azt hiszem, hogy ez a legnagyobb üzenet ennek az ünnepnek számunkra. Az ünnepi műsor Lukács Sándor Kossuth és Jászai Mari Díjas színművész, érdemes és kiváló művész, és Balog Tímea énekművész zenés irodalmi összeállításával folytatódott. Ez az otthonunk, itt kell élnünk, majdunk és jövünk. Minden hozzáfűz, álma bennünk testet Ezt követően a jelenlévők elhelyezték koszorúikat a Szent István ábrázoló szobor lábánál. Koszorút helyezett el az önkormányzat képviseletében Gajda Péter polgármester, Vincek György és Varga Attila alpolgármesterek és dr. Benedek Szabó Andra aljegyző, illetve Arató Gergely országgyűlési képviselő. Valamint a pártok, az egyházak, az intézmények és a civil szervezetek képviselői helyezték el virágaikat a szobor előtt.